A versenysorozatot a magyar bajnoksággal kezdték, ahol többen is eredményesen szerepeltek. Többek között ezüstérmet szerzett a férfi erőtörő csapat. Az ifjúsági erőtörő csapatunk, ami három fős volt, Sőregi Kristóf, a Demeter Szatmári Attila és a Kádár Norbi összetételi csapat szintén ezüstérmet nyert. A felnőtt csapatnak a neveit felsorolnám még, tehát én voltam benne, Végső István, Második Dan, Molnár Ernő, Róbert volt még benne, Siraki Nagy Peti és a Pap Gábor összetételű csapat. Tehát így sikerült ezzel az összetételű csapattal egy ezüstérmet szereznünk. Jó, Csagi, és mielőtt letennéd a bulá, elkapózod egy gorocsot. Végső István élete eddigi legjobb eredményét érte el. Erőtörésben egyérni bronzérmet szerzett. Gyakoroltunk rá Dudásmesternél. Többen is indultunk ugye, erőtörésbe, csapatba is, egyénibe is, ifjúságiba is, felnőttbe is. Tudatosan edzettünk rá heteken keresztül. Keményítettük a testünket, öklünket, lábunkat. A bajnokság után egy nemzetközi versenyen vettek részt a Predátorok Horvátországban. Dudás Attila véleménye szerint a 7 éves Válóczi Anna személyében egy új csillag született. Nem vallott szégyent Demeter Szatmári Attila és Kulacsik Norbert sem. Küzdelemben és formagyakorlatban is egymás ellen álltak fel a döntőben. Előbbiben Norbert, utóbbiban Attila győzedelmeskedett. A legutóbbi diada Szlovéniában volt, ahol két versenyzővel képviseltette magát a csapat. Kádár Norbert volt egyik versenyzőnk, ő ezüstérmet szerzett formagyakorlatban, hosszas-hosszas küzdelmek árán, valamint küzdelemben szintén rangos mérkőzések voltak, ott is ezüstérmet hozott el. Másik versenyzőnk Sőregi Kristóf, aki élet első aranyérmét hozta el a formagyakorlatban. Nagyon sok versenyző volt, hál' és nagyon szépen teljesített küzdelembe, ezüstérmes lett. Nemrégiben az alacsonyabb és magasabb szintű övvizsgán is jól teljesítettek a csapattagok. Az erőtörést stábunk is kipróbálta, tanúsíthatjuk, nem kis feladat.